Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Előnyben a cápák 71-59-re verte a Vasasta Nyíregyháza Blue Sharks. 23-22-re kikaptak a Dunai Várostól a kisvárdai kézilabdázók. Bronzérmet szerzett a döntőben a nyíregyházi fiú junior kosárlabda csapat. A megyében járt Zsiga Gyula, a Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója. Ez évben is megrendezik a labdarúgó megyei kupadöntőt. Megnyerte a legjobb négy közé jutásról döntő párharc első meccsét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Vasas győzték le 71-59-re. Mi is ilyen kemény mérkőzésre számítottunk. Mostanában keveset tudtunk edzeni, ez látszott is a támadó játékunkon. Az első fél évben rosszul védekeztünk, illetve nem dobtuk be a helyzeteinket. Aztán a másik fél évben erősítettünk a védekezésünkön, és kicsivel jobban támadtunk, és ezért meg tudtuk nyerni. Ez a párharc első meccse, nem sokára jön a folytatás. Mi kell még pluszban ahhoz, hogy le tudjuk zárni Budapesten ezt a párharcot? Azt kell, hogy úgy kezdjük el a mérkőzés, mint ahogy a második félőt elkezdtük, és ha ilyen keményen tudunk védekezni és agresszívan tudunk védekezni, akkor nem hiszem, hogy probléma lesz Pesten, de ott is nehéz mérkőzés lesz. Talán lehet nyugodtan azt mondani, hogy igazi playoff meccs volt két ellentétes félidővel. Miért játszott úgy a Vasas az első két negyedben, ahogy és miért fordult meg a kocka Nyíregyháza javára a második két negyedben? Ez az alapszakasz utolsó mérkőzésen is látszott már, hogy a harmadik negyedet nagyon elvesztettük. Azért úgy gondolom, hogy ma hát egy nem túl magas színvonalú mérkőzésen azért egy rosszul játszó Nyíregyháza ellen sikerült még rosszabbul játszanunk. Igazából ez volt az oka. Serdülő szinten nem látok 21-23 eladott labdát, főleg az én csapatomtól. Egy ilyen 3-2-es letámadó zóna ellen igazából, ahol csak át kéne hozni lendülettel a labdát. A harmadik negyed megint nem volt az igazi, amíg az első negyedben, első fél időben a taktikánk úgy gondolom, hogy ült, addig a második fél időben már nem. Ezen is el kell gondolkozni, hogy akkor mit lehet majd változtatni, főleg nekem. De úgy gondolom, hogy ezzel együtt mentálisan rendben volt a csapat, még hogyha el is úszott ez a mérkőzés, sokkal jobban álltunk hozzá, mint az előző mérkőzéshez, de ilyen botrányos játéka nem lehet nyerni, és ez nagy lehetőség volt, mert szerintem a Nyíregyháza is nagyon rosszul játszott. Három nap van a következő meccsig, ugye hazai környezetben nyerni kell a Vasasnak ahhoz, hogy életben maradjanak a négy közéjutás reményei. Tud annyit javulni a csapat, hogy behúzzátok azt a meccset? Hát persze, fog is annyit javulni a csapat. Igazából az lesz a kérdés, hogy tudjuk-e legalább 30 percig tartani azt a játékot, amit az első fél időben nyújtottunk. Ha sikerül és fizikálisak leszünk, akkor úgy gondolom, hogy nem is pár ponttal, hanem többel tudunk nyerni. Nagyon nem szeretek utazgatni, de szeretnénk még visszajönni Nyíregyházára. Az első fél idő meglehetősen kevés pontot hozott és döszögött a játék. Te milyen instrukcióval léptél pályára? Hát engem erről személy szerint úgy küldött fel, hogy a védekezésbe tenyem oda magamat, mert ugye szerintem az első fél időt nagyon álmosan kezdtük, és kellett egy ritmust dobni a támadásunkba és a védekezésünkbe is, de utána a fejmosás után a fél időben szerintem úgy mentünk ki a pályára, ahogy igazából tudunk játszani, és ez meg is látszott a végeredményen. Hogy érezted magad a pályán, hiszen nagyon jól szálltál be, elől-hátul jól ment a játék, labdákat szerezték, kocsarakat dobtál, jól védekeztél. Köszönöm szépen, nagyon jól éreztem magam. Hát próbáltam arra odafigyelni, hogy a védekezésemben mindent jól meg tudjak csinálni. Szerencsére ilyen jó csapattársaim vannak, hogy ki tudtuk könnyen szolgálni egymást, és nagyon okosan a másik fél időt úgy megnyertük, hogy ezt meg kellett. Milyen mese számít lesz vasárnap, hiszen a Vasas előtt ez az egy esély van, hogy benn maradjon a párharcban. Szerintem ugyanilyen keményen fognak hozzáállni a mérkőzéshez, vagy akármi keményebben is. Az biztos, hogy nem szabad úgy elkezdenünk a mérkőzést, ahogy az első fél időben, szóval próbáljuk azt a játékot hozni, amit a második fél időben produkáltunk. Egy gólos vereséget szenvedett a Dunai Várostól a kisvárdai női kézilabda csapat. A vendégek 23-22-re nyertek a Várdai Sportcsarnokban. Hát egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl.
Úgy gondolom, mind a két oldalon a védekezés dominált. Itt láthatjuk is a kapott gólok számából. Mi erre fókuszáltunk és erre készültünk a védekezésre, illetve a Kisvárdának a beálló játékának a semlegesítésére. Ez én úgy gondolom, hogy sikerült a mérkőzés folyamán végig. Az átlövéseket viszont nem tudtuk kivédekezni, kellőképpen nem tudtuk lereagálni. A Dimitrovics nagyon szépen megtalálta azokat a lövősávokat, ahol a sánc mellett el tudta tenni. Ott volt egy periódus, ahol nem tudtunk vele mit kezdeni. És ugye itt a gyors ellentámadásból, hogyha esetleg védett a kapus a második fél időbe, pedig nem tudtuk azt a sebességet, azt a gyorsaságot hozni, amit az első fél időben, hogy könnyű gólokat lőjünk. És hát igenis mi is megszenvedtünk a Kisvárda felállt fala ellen a védekezésénél. Nehezen találtuk a lövéseket, nehezen találtuk a helyzeteinket. Itt a végjáték, ez én úgy gondolom, hogy a bármelyik csapat, illetve a Kisvárda is nyerhetett volna, annyira kiélezett volt ott a szituáció. Szerencsénk is volt, hozzá kell tennem, volt egy-két védés ott a végjátékban, egy technikai hibát vétett ott a Kisvárda, és ott elől ugye ki tudtunk harcolni egy 7 méterest, és azt értékesítettük. Úgyhogy így tudtunk itt nyerni, egy nagyon-nagyon jó Kisvárdát láthattunk, és azzal játszottunk mi. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatra, és csak nagybetűkkel tudok beszélni mindegyes játékosról mai napon. Gratulálok nekik, és a Kisvárdának további sok sikert kívánok az elkövetkezendő bajnoki mérkőzéseken. My colleague made a good team. A Dunaújváros edzője nagyon jó csapatot rakott össze, kiváló játékosai vannak. Micsijevics személyében pedig egy igazi klasszisa is van a Kohásznak. Nem az egyéni játékot erőltetik, hanem csapatként igyekeznek kézilabdázni. Nagyon taktikus meccset játszottunk, mivel mindkét csapat sok taktikai megoldást igyekezett alkalmazni. A végén sajnos nem volt szerencsénk, az időkérés utáni 40 másodpercet úgy támadtuk végig, hogy nem lőttünk kapura, ezért nem lehetek elégedett a hajrában történtekkel. Nagyon sajnálom én is, hogy nem nyertünk, hiszen nagyon nagy esélyünk volt arra, hogy ezzel a meccsel akár a hatodik helyen végezzünk a bajnokság végén. Ez kellett volna nagyon hozzá, nagyon nehezen kezdtük a meccset. A Dunaújváros az első fél időben, mint kés a vaj, úgy ment át rajtunk sajnos. Aztán másik fél időben megnehezítettük, és talán át is vettük ugye a kezünkbe a mérkőzést. Hát én is sajnálom, hogy az utolsó percben legalább egy X-et nem sikerült összehoznunk. Bronzérmet szerzett a junior fiú kosárlabda bajnokság hazai rendezési döntőjében a Nyíregyházi Sportcentrum együttese. A tornát az Albafehérvár nyerte, a második helyen a Debrecen végzett. Látva a mezőnyt, úgy gondolom, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum 18-as csapata. Én az öltözőben azt mondtam nekik, hogy csodát műveltek, és valóban csodát műveltek, hiszen azt hiszem, hogy ebben a mezőnyben nagyon nehéz volt elcsípni ezt a bronzérmet. Láthattuk azt, hogy milyen szoros mérkőzések és milyen kicsi különbségek voltak a csapatok között. Egy kicsi szerencsével juthattunk volna tovább is, ha az utolsó fél másodpercben nem kapunk egy olyan hárompontos kosarat, amikor az ellenfél játékosa a gyűrűt sem látta, de hát ez a kosárlabdában benne van. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép teljesítmény és nagyon szép sikert ért el ez a csapat, és hosszú évek óta ott tud lenni a magyar bajnokság élmezőnyében. Azt hiszem, ez mindenféleképpen tiszteletre méltó. Nagyon kiegyenlített volt a mezőny, nagyon sok volt a szoros mérkőzés. Mekkora potenciál van ebben a korosztályban a magyar kosárlabda jövőjét tekintve? Nagyon örülnék neki, ha lenne, sok tehetséges gyereket látunk, de meg kell oldani azt, hogy ezek a játékosok játszanak is a felnőtt bajnokságban, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor mindannyian el fognak kalódni, csak néhányan tudnak talán bekerülni egy-két csapatba, úgyhogy nagy feladat van előttünk. Amit a srácok a pályán mutatnak, az úgy gondolom, hogy nem tudom hová fokozni, hogy milyen szinten megsüvegelendő, hiszen mellette iskolába járnak, mellette tanulnak, és nem minden esetben azt kapják bíztatásként, hogy a sportot érdemes csinálni, tehát így még nehezebb azt a szintet teljesíteni, amit ők elérnek. Azzal, hogy
ők naponta járnak egy edzésre, azzal már nem lehet eljutni ilyen szintre. Ennél sokkal több kell taktikai, technikai és mindenféle felkészültségben. Ami szembetűnő, hogy a Nyíregyházát kívül talán minden csapatnál voltak olyan játékosok, akik egyrészt nem Magyarországon születtek, másrészt pedig a környező településekről kerültek az adott város csapatához. Melyik a járható út a miénk, hogy csak saját nevelési játékosokra támaszkodunk, vagy pedig az, hogy esetleg a 50-100-150 kilométeres körzetből is begyűjteni a tehetséges gyerekeket. Igen, az előbb éppen azt akartam mondani, hogy nem csak környező városból, hanem a Fehérvár igazolt Zalaegerszegről, Kaposvárról. A Vasas úgy szintén nem csak budapestiekkel állt föl, de ha csak budapestiekkel állt volna föl, akkor sem ugyanaz a merítési lehetőség az ő városukban, mint a miénkben. Ezt el kell dönteni, hogy melyik utat választja egy csapat, és melyik a nagyobb eredmény. Úgy gondolom, hogy az mindenféleképpen nagyobb teljesítmény, hogy mi csak olyan játékosokkal értük el ezt az eredményt, akik Nyíregyházán nevelkedtek, a nyíregyházi utánpótlásból származnak. Azt hiszem, hogy ezt nem is kell túl magyaráznom és túl színeznem. Úgy gondolom, hogy óriási teljesítmény ennek tükrében is ez a harmadik hely. A döntő előtt azt mondtad, hogy kiegyenlített tornára számítasz, és szeretnétek érmet szerezni, végül is mind a két várakozás beigazolódott. Te mennyire vagy elégedett ezek tükrében az eredménnyel? Természetesen minden meccset vagy tornát szerettünk volna megnyerni és első helyen végezni, de be kell, hogy lássuk, vagy be kell, hogy lássam, hogy nagyon kis dolgok döntöttek az elődöntőbe is, és a csoportmérkőzéséknél is, és mivel kétszer kikaptunk az elsőtől és a második helyezettől, ezért én úgy gondolom, hogy ez a harmadik hely reális. Lehet-e kiegyensúlyozottan játszani 5 meccsen 4 nap alatt? Nem lehet, és igazából, amit elterveztem a torna előtt, vagy mérkőzések előtt, egyetlen egy mérkőzésen tudtam véghez vinni, hiszen az egyetlen ötös centerünk, Bolden Immanuel állandó kipontozódásával kellett új dolgokat kitalálnom a mérkőzésen, és a többieknek is az ő szerepkörét kellett valahogy megoldani. Tudom, hogy a csapat nyer, a csapat vesz, mégis kik voltak azok, akik húzó emberek voltak ezen a tornán? Egyértelműen a kezdő ötösömből mind az öt játékos hozzátett minden mérkőzésen, mind pontügyileg, mind akár védekezésileg a győzelemhez, de nem lehet elhanyagolni a kiegészítő emberek szerepét is, hiszen lehet, hogy csak pár percre, de mindent megtettek azért, hogy eredményesen szerepeljünk. A tavalyi aranyérem után ezúttal bronzéremmel zárt az országos döntőt a Nyíregyházi junior fiú kosárlabda csapat. Összességében mennyire vagy elégedett ez az eredmény és a csapat szereplésével? Úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk, mivel egy célt, hogy a négy közébe jutottunk, azt már elértük. Jó esélyünk lett volna a döntőbe játszani, de sajnos egy elég szerencsétlen helyzetbe kapott kosárral kiszorultunk a fináléból, viszont a csapatra ez elég jó tekintélyt mutatott, hogy képesek voltunk egy ilyen vereség után felállni és a harmadik helyet megszerezni, és úgy gondolom, hogy ezzel mindenki elégedett lehet. Nagyon sok volt a szoros mérkőzés, te a pályán, hogy érezted, mennyire volt kiegyenlített a mezőny? Ez szerintem minden idők egyik legkiegyenlítettebb döntője lehetett, mivel szinte mindegyik meccs 5 ponton belül volt. Kezdjük ott, hogy a mi első meccsünk egy hosszabbításos győzelem volt a Vasas ellen, ez elég sokat kivett már akkor belőlünk. A Debrecennel is kiki meccset játszottunk, talán a Szeged meccs volt az, amin kicsit tudunk mi is pihenni, és könnyen meccs volt, de utána már mindegyik meccs egy labdás volt. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében jár Zsiga Gyula, a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója, aki Nyíregyházán, Kisvárdán és Fehérgyarmaton találkozott az utánpótlás területén dolgozó szakemberekkel. Amióta, mint szakmai igazgató ténykedem, ezen a vidéken nem nagyon jártam, és nagyon szerettem volna ezt sportolni, és nem csak itt, hanem más ország más részeibe is. Itt a Rácsányi szakfelügyelő kollégám hozta össze ezt a programot, és örömmel tapasztalatom, hogy elég zsúfolt lesz, tehát gyakorlatilag mindenhol találkozó kollégákkal, edzéseket tekintek meg, tudunk beszélgetni egymással, sportvezetőkkel találkozom, megyei vezetőkkel találkozom, tehát igazság szerint arra használjuk fel ezt az időt, hogy kölcsönösen próbáljunk eszmét cserélni.
Ugye a kézilabda nagyon népszerű sportág Magyarországon és azon belül Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, és a kirakatot a válogatott és az élvonalbeli csapatok jelentik, de mindig hangsúlyozzák, hogy nagyon fontos az utánpótlás nevelés, és ezen a területen mi a helyzet, hiszen a TAU támogatásnak köszönhetően kézilabda ez is nagyon sok gyerek kezdett el az elmúlt években. Mint ahogy kezdtem a mondandómat, ugye a Rácz Sanyi itt szakfelügyelő, és ő rajta kívül még 24-en vannak az országban. Az ő feladatuk az, hogy mentorálja, segítse azokat a utánpótlást nevelő edzőket, akik tényleg szomjaznak arra, hogy a tudást és a tapasztalatot megkapják. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy olyan nevelési és fejlődést lélektani dolgok is bekerüljenek a képzésbe, amelyeket sokan úgy vélnek, hogy nem annyira fontos, és a hétvégi mérkőzésekre való győzelmi mámorban úszva próbálják taktikai jelleggel megtölteni az edzéseket. Nekünk nagyon lényeges az, hogy kicsi sportember palántákat neveljünk, és majd idővel ők legyenek majd jó kézlabdások, nem fordítva, hogy jó kézlabdások legyenek serdülő szintig, és aztán mire felnőttek lesznek, kiégnek a sportágból. Mi az utánpótlást nevelésnek a stratégiát ebben látjuk, hogy lehetőség szerint azonos szintre hozzuk a különböző képzési területeket, független attól, hogy ez most kis település, nagyváros, vagy tradicionálisan nagyklub, vagy kisklub. Nagyon lényegesnek tartjuk azt, hogy az általunk kitalált, vagy megálmodott szisztéma szerint egységes képzési reformot hajtsunk végre. Néhány évtizeddel ezelőtt egy gyerek útja szinte egyenesen vezetett egy sportpályára vagy sportcsarnokba, most óriási a konkurencia, de nem csak más elszívó erők vannak, hanem maguk között a sportágak között is. Mivel tudják a gyerekeket a kézilabda csarnokba becsalogatni? Egyrészt úgy gondolom, hogy a szülőknek a helyzete, szerepe és a szülőknek a megérintése nagyon fontos dolog. Ebben azt gondolom, hogy a válogatott, illetve a klubcsapataink nagyon sok segítséget adnak azáltal, hogy a képernyőre kerülnek, és rengetegen nézik és szurkolnak nekik. Ebből adódóan a szülők kapnak egyfajta, hogy úgy mondjam, pozitív impulzust arra, hogy esetleg a gyerekeiket kézilabdázni vigyék. Igen, ám csak itt kezdődik a gond, a probléma, hogy olyan közegbe kell kerülni, ahol a gyerekek szeretnek lenni, ahol a gyerekek mosolyognak, ahol a gyerekek élvezik azt, amit csinálnak, és ezért nagyon fontos, hogy azok a kollégák, akikhez a szülők viszik a gyerekeket, ezzel találkozzanak, és ezeket a tapasztalatokat próbáljuk minél inkább kiszélesíteni, hogy a gyerekek megmaradjanak és élvezzék azt, amit csinálnak. Két életkor az, amikor változás történt a gyerekeknél, ugye az egyik az általános iskola befejezése, a másik pedig a középiskola befejezése. Mi a tapasztalat, mennyien maradnak meg a sportág mellett ezek után, a vízválasztók után? Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azon a régióban, azon területen, ahol a gyerekek képződnek, ott legyen azért olyan szintű felnőtt csapat, akár NB1-es, akár NB1-es, de mondhatnám NB2-est is, ahol egyértelműen a kimenet az biztosítva van. Értelemszerűen ott, ahol nincs, ott egyértelmű és természetessé válik, hogy keresik a szülők azokat az iskolai lehetőségeket, amik becsatlakoznak egy olyan tradicionális nagynevű klub égisze alatt lévő városban, ahol gyakorlatilag a továbbtanulás biztosított. Ez egy természetes vándorlási folyamat, itt értelemszerűen azzal a veszélye jár, hogy lesznek gyerekek, akik bent tudnak maradni a rendszerbe, és lesznek gyerekek, akik kiesnek a rendszerből. Értelemszerűen a szövetségnek az a feladata, hogy azokat a gyerekeket, akik kiesésre vannak ítélve, azoknak is próbáljunk olyan felületeket biztosítani, hogy ne essenek ki a rendszerből. Különféle képzési központokkal, különféle olyan jellegű versenyeztetési formációkkal, amivel ezeket a rétegeket is fel tudjuk egy picit emelni, és biztosítani tudjuk számukra a további fejlődés lehetőségét. Eddig a fiatalokról beszéltünk, beszéljünk egy picit a két kirakat csapatról, korábbi szövetségi kapitányként, hogy látja a két válogatott helyzetét? Nem túl rózsás, azt kell mondanom, és nem vagyunk könnyű helyzetben. Talán most per pillanat a lányok ezzel a győzelemmel Hollandia ellen egyfajta, úgy mondjam, presztízs dolgot visszahoztak nekünk, és reményt adnak arra, hogy a jövő biztató lehet. Ott úgy érzem, hogy elindult egy nagyon tudatos és sziszifuszi fiatalitás, és Kim Rasmussen személyében azt gondolom, hogy egy nagyon lelkes és egy nagyon agilis szakember irányít a női válogatottunkat. Vranyes esetében még fennáll a probléma, hiszen a Veszprém és a válogatott összeegyeztetése nem egy egyszerű feladat, hiszen mint látjuk, ugye a Veszprémmel nem sikerült a Final Four-ba való kerülés, ami egy nagyon nagy érvágás a veszprémi kézilabda sportnak, de természetes, hogy a válogatottnak még ott van Szlovéniával a selejtező,
itt nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy ez sikerüljön a magyar kézlabda szempontjából is, és a magyar férfi kézlabda válogatott szempontjából is. Ezért úgy gondoljuk, hogy minden erőnkkel támogatnunk kell őt ebben a folyamatban. Rács Sándor a Magyar Kézilabda Szövetség 24 szakfelügyeljének egyike. Mi a feladat egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? Hát ez pár hónappal ezelőtt létrejött testület, tulajdonképpen egy szakmai mentorálás. A Tahóban feltüntetett csapatokat, teljesen a felnőtt csapatig az utánpótlás teljes vertikumát kell látogatnunk, és egy-egy ilyen látogatás során az ott folyó csapatnak a korosztályhoz mérten megszabott és elvárható edzés munkáját kell, illetve az edzést tartó kollega vagy kolléginának a edzés vezetéssel kapcsolatos pedagógiai szakmai dolgait kell nekünk mentorálni, észrevételezni, kisegíteni, előrehaladásukat segíteni. Milyenek az eddigi tapasztalatok? Hát a megyénk az egyik legnépesebb, tehát 196 utánpótlás csapat van beregisztrálva. Szerencsére kaptam egy segítőt és tizedikétől Falcsik kollégám is, így közel 100-100 csapat jut. Különösen az alsó korosztályok U7, U8, U9 van életre keltve, ami nem könnyű feladat, de szerencsére nagyon sok fiatal, ambiciózus, a gyerekekkel foglalkozni szerető személyeket találok. Van köztük pedagógus, ez egy jó eset, van köztük volt játékos, ez is egy szerencsés dolog, és vannak, akik most iratkoztak be és járják a kézilabda szamár létre alapjait, és én nagyon sok vidéken eddig nem ismert műhelyt ismertem meg, ahol nagyon becsületes, lelkes munka folyik. Én személy szerint az élcsapatoktól élmunkát szeretnék elvárni, legyen ez NB1-es vagy NB1-es csapat. Van tennivalónk még, van bőven, úgyhogy úgy gondolom, hogy a feladatunk nem hiába van. Az előrelépés szolgálja a szövetség szakmai igazgatójának látogatása is, gondolom. Milyen pozitív hatása lehet ennek a látogatásnak a megye kézilabda sportjára? Ebben a minőségben még itt szerintem sem Gyula, sem elődei sem jártak itt, Juhász Pista, Hajdú János és Kovács Péter. Én úgy gondolom, hogy valahol mindig megálltak ezek a személyek a Hajdú és Szabolcs határán. Most ő kíváncsiság miatt megkérdezte is, hogy mit várok én ettől. Azt várom, hogy ébresszem bizalmat az itt folyó utánpótlás nevelő munkában, mind az edzőkben, mind a gyerekekben, hisz megyénkből nagyon, de nagyon sok, tehát én az este elkezdtem számolni, és itt a Vakacs Krisztitől a Bodó Rihárdig a Máté Dominikig nagyon, de nagyon sok értékes gyerek bontogatta szárnyait, más kérdés, hogy aztán innen elkerültek, és ez egy jó termőföld a magyar kézilabdának, vessen ránk szemet, így most én három városba fogom kalauzolni, és bemutatom azokat a műhelyeket, ahol munka folyik. Ez évben is megrendezik a labdarúgó megyei kupadöntőt. Az elődöntőben a Nagyeset, a Nagyhalász, a Sényő pedig az Ibrányt fogadja. 2016-ban azért volt először megrendezve ez a megyei Magyar Kupa elődöntő és döntő, mert akkor a Magyar Labdarúgó Szövetség a Magyar Kupát átalakította, és abban az évben 2016-ban a megyei selejtező körből senki nem jutott fel a főtáblára, egyetlen egy megyébe se, ezért akkor országosan nagyon sok megyében megrendezték ezt az elődöntő döntőt, akkor ugye értelemszerűen pénzdíjakkal, és annyira jól sikerült nálunk két évvel ezelőtt, főleg hogy a Nyíregyházi Városi Stadion Center pályára sikerült vinni a döntőt több mint 1000 emberrel, hogy 2017-ben tavaly is igény mutatkozott rá a csapatoktól, hogy oké, rendben feljutottak a Magyar Kupa főtáblájára, de mégis szeretnének megmérkőzni egymással és eldönteni, hogy a négy kupa csapat közül úgymond ki a legjobb kupa csapat, és ezt megrendeztük tavaly és idén is, hiszen a csapatok felől ismét érkezett igény, és nyugodtan mondhatjuk, hogy közkívánatra, illetve a részvevő csapatok kérésére idén is megrendeztük ezt az úgynevezett megyei kupa elődöntőt, illetve majd a döntőt. Kik hívják az elődöntőket? Az elődöntőket Nagyecsed, Nagyhalász, illetve a Sényő és az Ibrány csapatai vívják. Érdekes, hogy a Sényő-Ibrány párosítás majd Kemecsén lesz, tehát végül is a semleges pályán, hiszen a Sényői Katlant felújítják, hogy az NB3-as követelményeknek megfeleljenek, az Ecsed Halász pedig értelemszerűen Nagyecseden. Május 9-én lesznek az elődöntők, és hát a két győztes pedig május 23-án találkozik majd, szerdán 17:30 órakor, és már az is eldőlt, hogy ismét sikerült a Nyíregyházi Városi Stadion Center pályára bevinni ezt a megyei kupadöntőt. Mennyire inspiráló a játékosok számára az, hogy egy olyan helyen játszhatnak, ahol azért NB1-es futballisták, válogatott futballisták is pályára léptek?
Én úgy gondolom, hogy nagyon. Az elmúlt két évből kiindulva nyugodtan mondhatom ezt. Voltak olyan játékosok, akik annak idején hosszú évekig játszottak az amatőr magyar válogatottba, vagy ugye a megye válogatottba, honnan ugye a régiós válogatottba kikerültek, és akkor se játszottak ilyen stadionban, és nekik is nagy élmény volt. Úgyhogy úgy gondolom, ez mindenféleképpen motiváció, hogy a megye legszebb létesítményébe. Bízunk benne, hogy idén is jó időben, közel 1000 néző előtt tudnak játszani egy presztízs mérkőzést. Térjünk át a bajnokságra, hajnájához közelednek a bajnokságok, van, ahol az elsősorban sohasem már gyakorlatilag eldőlt, de azért a helyezésekért és a kiesés elkerülésért nagy csata folyik. Milyen hangulatban várjátok az utolsó fordulókat, vagy várják a csapatok az utolsó fordulókat? Nyugodtan mondhatom azt, hogy a megyei másodosztályban is azért már kezd körvonalozódni, hogy a csoportokba kik végezhetnek az első helyen, viszont a kieső helyekért még nagy a tülekedés, hogy elkerüljék a kieső helyeket, mind az első osztályban, mind a másodosztályban, illetve megy a harmadosztályban is azért vannak olyan csoportok, ahol még a feljutó hely, az első hely még nem dőlt el. Nagyon bízok benne, hogy sportszerű keretek között fog ez eldőlni, és bízok benne, hogy azért a sportszerűséget nem fogja túllépni a csapatok. Természetesen ilyenkor azért a feszültség az fokozódni szokott, hiszen senki nem akar kiesni értelemszerű, illetve hogyha osztályt akar ugrani, akkor persze osztályt szeretne ugrani, úgyhogy bízok benne, hogy a presztízs mérkőzések is egy jó színvonalú találkozók, de sportszerű körülmények között fognak játszani a csapatok a hátralévő hetekben is. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!